Az imént a Stuart Little kisegér című filmben mutattunk egy részletet annak apropóján, hogy a főjelenetben remélem látták, itt a kandalló fölött felbukkant a 90 év után elveszettnek hit híres magyar festmény. Vendégem a témában, aki az elveszett képet kiszúrta, megtalálta és hazahozta, Barki Gergely művészettörténész. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy van. Na hát az a szerencsém van, nagyon szépen köszönöm, kaptam öntől egy Berény albumot, és én úgy majdhogy nem igaziban láthattam már ezt a képet, nem csak olyan piciben, ahogy ott a háttérben volt. Hogyan szúrta ki? Otthon mozizott, nézte a tévét, és ezt csak meglátta? Hogy történt ez? Hát ez egy véletlenem múlt. Ez jó néhány évvel ezelőtt karácsonykor, szenteste. Hát mivel a gyerekeim is nézik most a műsort, ezért kénytelen leszek világnyelven fogalmazni. Hát ugye az angyalok hozzák a karácsonyfát. Mi pedig a feleségemmel segítkeztünk, hogy ezt meg tudják tenni. Addig a gyerekek el voltak deponálva különböző helyen, akkor még csak két lányunk volt. A szomszédba a feleségem nagybátyjához vittük a nagyobbik lányomat, aki 3 éves volt akkor. De egyszer csak megcsörrent a telefon, hogy elindult Lola hazafelé. Hát mondom, még nem jöhet, még az angyalok nincsenek itt. És hát gyorsan kiszaladtam a házból, fölkaptam vissza, mondtam neki, hogy nálunk elromlott a tévé, azonnal üljünk le a nagybácsinál, és kezdjük el nézni a tévét, mert valami fantasztikusan izgalmas van a tévében. Hát gyorsan elkezdtem valami gyerekeknek valót keresni, és akkor egyszer csak elkezdődött a Stuart Little című film. Hát leültem én is, unottam az ölembe a kislányommal, és egyszer csak láttam egy olyan képet, amit én már nagyon-nagyon régen ismertem, fekete-fehér fotóról. Feltételezem, hogy tátva maradt a szája. Hát, mennyi ideje keresték ezt a képet? Mennyi ideje nem tudtak róla, hogy merre van? Ez a kép 1928-ban volt utoljára Magyarországon kiállítva, azóta semmit nem lehetett tudni róla. Mondom, egy fekete-fehér fotó volt a Nemzeti Galéria. És később aztán kiderült, hogy kerülhetett a tengeren túlra? Egyetlen, hogy lehetett ennek a filmnek a díszlet eleme? Ez a mai napig nem derült ki, hogy a tengeren túlra hogy került. Valószínű, hogy akkor 1928-ban ezt megvásárolták, mert esetleg elég borsos ára volt már akkor is. És hát utána, amikor én néztem a filmet, természetesen hát ez egy nagyon szürreális élmény volt, és hát jött a szenteste is, akkor így hirtelenjében nem kezdtem el azonnal kutakodni, de a szenteste elmúltával azonnal írtam egy e-mailt a Sony Picturesnek, a film készítőjének, és válaszoltak, nagyon kedvesen. Ez egy óriási dolog, hogy jött is válasz rá? Azonnal nem, hát az amerikaiak azért ebben elég rendesek és profik. Azonnal jött a válasz, emlékeznek a képre, megnézik, nem találták. Úgyhogy nem volt sehol a raktárakban. Aztán elhatároztam, hogy akkor írok e-mailt mindenkinek, aki a filmben részt vett, rendezőnek, asszisztenseknek, operatőrnek, díszleteseknek, mindenkinek. És hát vagy 60-70 e-mailt küldtem szanaszéjjel, és hát amint mondtam, nagyon rendesek voltak, mindenki válaszolt, sokan emlékeztek a képre, mindenféle válasz jött, de egyik sem volt pozitív, tehát nem találták meg a képet. És körülbelül egy hónappal később kaptam egy e-mailt az akkori díszlettervezőnek az asszisztensétől, aki azt mondta, hogy hi Gergely, a kép nálam van, az egyik szobámnak a falát díszíti, hogyha Amerikában jársz, bármikor megnézheted. Aztán végül is ön kiutazott, megkapta a képet. Nem ilyen egyszerű. Nem csak azért, mert mindjárt lejár az időnk, csak szeretném pörgetni a dolgot. Szóval valahogy hozzájutott a képhez, és van egy ilyen legenda, hogy valamiféle csavarhúzóval állapította meg, hogy a kép valóban eredeti. Ez hogy történt? Na, hát ugye én kutatni voltam kint Amerikában, de összekötöttem ezzel a találkozással, és Washingtonban a Mall-on találkoztunk, és hát ugye az amerikai képeknek a hátoldalát általában egy ilyen védő burkolattal látják el, de a képek háta mindig fontos információkat rejt, ezért hát azt gondoltam, hogy le kéne fejteni, nálam nem volt csavarhúzó, ezért a tulajdonos egy hotdogárustól kért egy csavarhúzót, szépen lefejtettük, és hát szépen előjöttek azok a reményt keltő dokumentumok. Még jobban remegni kezdett a szíve, a lelke, a keze, hogy hú, hát megvan akkor az a kép, amit hát lényegében évtizedek óta keresett, vagy legalábbis hát hosszú évek. Hát több mint egy évtizede, így van. És hát akkor most már bizonyos is volt, hogy ez ki volt állítva Magyarországon, tehát minden rendben volt a képpel. Könnyen haza lehetett hozni? Nincs ilyenkor vám illeték? Milyen szabályok vonatkoznak ilyen? A kép hazahozatal az már nem az én dolgom volt, ezt a Virág Judit Galéria hozta haza, akik árverezték most a múlt héten. Mint ahogy egyébként 70 millió forintért kelt el, ahogy ez kiderült. Meséljen már nekünk magáról a festőművészről, Berény Róbertről, mitől jelentős ő, miért dobogtatja meg az ön szívét, és amikor így nézem ezeket a képeket, akkor miért mondom, hogy hú, azért ez nem semmi?
Hát a 20. századi magyar festészetnek az egyik legnagyobb alakja. Volt egy nagyon fontos festőcsoport, úgy hívták, hogy Nyolcak. Erről rendeztünk néhány évvel ezelőtt egy nagy kiállítást, külföldön is volt, Bécsben bemutattuk, és ő ennek a csoportnak az egyik oszlopos tagja volt, az egy, szerintem a legtehetségesebb művész közülük. Nagyon sokoldalú festő volt, sőt nem csak festő, zeneszerző is volt, Bartóknak nagyon jó barátja volt, felfedezései voltak, különböző találmányai mozigépekkel kapcsolatos például, de mint amint említettem, nagyon jól zenélt is. De a festészetben ő nem csak a 20. század elején a Nyolcakkal tevékenykedett, és nem csak ez a korszaka nagyon fontos, hanem ez a 20-as, 30-as évekbeli korszaka is. Ebben az időszakban ő plakátokat is tervezett, ezek nagyon-nagyon híresek, a Modiano plakát. Magyarországon természetesen leginkább az 1919-es tanácsköztársasági plakátja miatt ismerik, de hát ez egy nagyon rövid szegmense volt az ő életművének. Sokkal fontosabb, hogy például Párizsban, még a pályája elején 1907-8 körül ő együtt állított ki a Fauvokkal, a Matisse csoportjával, tehát ő nemzetközi szinten is egy nagyon jelentős festőnek számít. Annyira imádom, hogy a század elején igazi polihisztorok értek, és volt belőlük egy csomó, mert hogy senki sem csak azzal foglalkozott, hogy költő volt, festő, vagy mondjuk feltaláló, hanem minden mással. Barki Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtam mindezt, ez egy óriási történet, ez az ön életének nagy napja, vagy nagy sztoria. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.